A topolyai Dímovics-Boskovics család nagyon szerény körülmények között neveli 7 gyermekét. Az anyukasszonya 6 hónapos terhes. Legkisebb gyermekük másfél éves, a legidősebb 10. A gyerekek magyar óvodába is iskolába járnak. Velük él férje, Ránkó 16 éves fia is. A házban 2 pici helyiség van, a fürdőszobát most csinálja Ránkó, amellett, hogy alkalmi munkát vállal. A szeméttelepről hordja haza az épületanyagot, hogy bővíteni tudja a házukat. A mosógépük áramlott, Szonya kézzel kell, hogy mosson a családra. A hűtőszekrény sem működik, a villanytűzhely is csak részlegesen. Én is betegségem van, egy jó szívbeteg, így amikor van valami dolgozni, akkor miért hozzá a gyerekeknek még minden, de így megélünk a szociálból, amit kapunk gyerekekre, hogy csináljuk a házat is, hogy nagyobb legyen, meg kicsi. A topolyai Caritas a napokban értesült a szegény sorsú család helyzetéről, és azonnal a segítségükre siettek. Paplanokkal, tartós élelmiszerrel, gyerekjátékokkal, tisztálkodási szerekkel érkeztek. Az iskolán keresztül a tanítóktól értesültünk arról, hogy van egy család, aki igen nagy segítségre szorul, és ezt ma meglátogattuk, és meggyőződtünk, hogy ez így van. Hát mi úgy látjuk, hogy ennek a családnak mindenre szüksége van, tehát látjuk a gyerekekről és az adott állapotról, és hogy mi is majd próbálunk tovább gyűjtést szervezni, akár ruhanemükbe, akár élelembe. Váratlanul ért bennünket ez a család, de igyekeztünk gyorsan lépni, hiszen itt a karácsony, szeretnénk őnekik is azért a karácsonyokat egy kicsit színesé, örömmé varázsolni. A topolyai Caritas gyűjtést szervez a Dímovics-Boskovics család számára. Az adományokat az Adria utca 3-as címre, a Caritas székhelyére, a Szent Erzsébet házba várják keddenként 9-től 12 óráig, valamint csütörtökönként 14-től 17 óráig. Pénzadományaikat a Caritas adomány számlájára küldhetik a 325-95-00-700-200-775-46-os számra, megjelölve, hogy a Dímovics-Boskovics család részére utalják.